Köszöntöm nézőinket! Ez a Közügy, az Öböl Televízió közéleti magazin műsora. A tartalomból. Elsőként Bőte Csabával készült hosszabb beszélgetésünket láthatják. Ezt követően a Mozdulj Balaton programsorozat főszervezője lesz a vendégünk. Már is kezdünk! Bőte Csaba, Ferences Rendi, szerzetes magyarországi előadásaival a Szovátán épülő kolostor megépítését támogatja, amellyel újabb árva gyermekek körülményein tudnak javítani. Nemrégiben Almádiban járt, ez alkalommal beszélgettünk vele. Isten nem teremt selejtet. Minden gyermek Isten ajándéka. Isten akarata mindig érvényesül. Az élet bizalom, hit és remények, vélekedett Csaba testvér a neki szegezett kérdések kapcsán. A hallgatóság megismerhette gondolatait Istenről, a világról. Küzdelmét az árva gyerekekért, akiket mindig befogad nemzetiségtől függetlenül. Az otthonra lejt gyermekekből közösen hoztak létre énekkart is a sok év alatt. Jelenleg 50 fős. A kórust Kodály Zoltánról nevezték el. Együtt járják a balatoni településeket. A balatonalmádi látogatás az egyik állomása ennek. A szentmisék alkalmával adományokat gyűjt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére. Szentmisék a Balaton körül Csaba testvérrel és a gyermekkórussal. A cél a Mariánum tündérkert kolostor megépítése elsősorban. Hát dicsértessék, üdvözlöm! Első kérdésem ugye kapáltat rögtön, hogy a Balatonyi Csillagösvény, ugye 50 tagú gyerekkórussal, honnan jött ez az ötlet, hogy valósult ez meg, hogy sikerült létrehozni? Hát ugye több polgármester is mondta, hogy itt a Balaton környékén rengeteg sport, kulturális, mindenféle rendezvény van, de lelki program nem erős van. És Szántó-pusztai templomnál ottan kértek túlfelől Szántodon, hogy tartsuk egy Szent Kristóf búcsút, és azt mondták az ottani papbácsik, az lenne jó, hogy valami olyan nagy durrancsunk, mint a Csíksomjai búcsú, és sok ember tudjon róla. Na ez volt az első lökés, hogy miért pont erre a filékre, és akkor én gondoltam, hogy egy misét nem lehet olyan nagyon felturbozni, vagy olyan szépen csinálni, hogy sokan eljöjjenek, hanem milyen lenne előtte, körbejárnánk a Balaton, és meghívnánk az embereket erre a búcsús szentmisére. Hát ez a búcsús szentmise most holnap lesz szombaton Szántódon, fent a pusztán, ott egy nagyon szép szabadtéri szentmise lesz egy nyerekben, és hát ugye, ha már itt vagyunk, akkor hát ugye a plébánosok felkínálták a perselpészt is. Hát van egy nagyon szép tervünk, a Szovátán egy olyan kórus van, amelyiknek szeretnénk egy otthont építeni, és hát ugye a befolyt adományokat erre a célra szánnánk, hogy ez a kórusnak ez az otthona megépüljön. Hát hál' Istennek már meg is épült, tehát be van födve, de hát a belső pucolás, meg a füttés, meg ugye sok minden van, ami még szükséges, úgyhogy az idei támogatást erre a célra szeretném felhasználni, és reméljük, hogy ősszel be is tudunk majd költözni ebbe az új otthonban. Ősszel akkor véglegesíteni lehet. Egyébként ebben milyen helyiségek, milyen termek kapnak majd helyet, milyen funkciókat fog ellátni? Hát ugye Szovátán van ez a központ, Vera nővérék, iskola nővérék, ők csinálják, mozgatják, a mi gyerekeink közül is többen énekelnek ebbe a kórusba, de mondjuk ők 600 gyerekkel, tehát nem csak árva gyerekekkel, más is jöhet a kórusukba. Hát ugye ez egy próbaterem is kellene legyen, mert mostanig hol egy iskolában, hol egy kultúrházban, hol a templomban próbáltak, és hát sokszor úgy belefeledkeznek az éneklésbe, 5-6 órát is énekelnek, úgyhogy szükséges hely, terem. Na, és hát ugye ők is valahol most lakniuk kellene, és azt szeretnénk, hogy tehetségesebb gyerekeket befogadni, hogy tényleg Kodály szellemében egy olyan zene központ végvár legyen, ami tényleg a zenei kultúrát segíti. Én azt látom, hogy a gyerekek, hogyha zárva gyerekek is, ha szépen énekelnek, az nagyon jellemfejlesztő, személyiségformáló erő, és hát gondolom egyeseknek kitörési pont is lesz az életében.
Ezt nem csak megépíteni kell, hanem fenntartania is. Jövőre is lesz ilyen, vagy azon túl? Hát ugye mindig oda megyünk, ahova hívnak. Hát lássuk a mai esti szentmisét is, hogy mennyire tetszik a Balaton almádiaknak, és hogyha visszatapsolnak, akkor valószínűleg jövünk jövőre is. Hátrányos gyerekekért indított misszió mennyire vált be, így visszatekintve? Én úgy látom, hogy ugye az ember három nagyon fontos részből áll. Hát a fizikai testünk, ugye egészségünk, tornászunk, konditermek vannak, kórházak vannak, tehát biztos, hogy sokat adunk, kozmetika, nem tudom miféle, hogy nézünk ki. A szellemi képességeinkre is sokat fordítunk, hogy a gyerekeket óvoda, iskola, érettségi, egyetemek, könyvtárak, múzeumok, tehát sok szempontból szellemi létünket is fenntartsuk. Én úgy érzem, a lelki szempontból az ember elég el van hanyagulva, tehát hogy köztünk legyen mondva, sok lelki analfabéta van, és ezért van az, hogy hit, remény, szeretet, bízalom, kiengesztelődés, megbocsájtás, újrakezdés. Tehát sok ember számára ezek értelmetlen fogalmak. Pedig én azt látom, hogy a régi görögöknél, vagy a keleti filozófiát, vagy iszlám hitű testvéreinknél, tehát mindenütt ezek nagyon fontos értékek, alapértékek voltak, amik az igazából társadalmat összetartják. Mert hogyha én nem tudok bízni a másikba, hogyha én nem tudok remélni abban, hogy holnap jobb lesz, hogy le tudom győzni a nehézséget, hogy nem tudok kiengesztelődni, megbocsájtani, irgalmas szívű lenni, hát akkor ezek a keresztény értékek nélkül az ember, hát én azt látom, hogy nagyon könnyen felborul. Nem csak magyar gyerekek vannak, tehát máshonnan is kerülnek oda befogadásra. Milyen közöttük az összhang, az egyetértés, megértés, illetve mennyi tanulni valójuk van ezeknek a gyermekeknek? Hát a gyerekek az olyan könnyen túllépnek mindenen, tehát ők jókedvűek, vidámak, és hogy mondjam, hogyha nem ültetünk beléjük gyűlöletet, haragot, előítéletet, akkor ők nagyon tiszták is tudnak lenni. Én pedig nem szoktam ilyent ültetni. Hát úgy van, hogy mi csak olyan gyereket fogadhatunk be, akinek valami magyar gyökere van. Tehát, hogy más tiszta románt, vagy nem tudom, más nemzetiségét nem fogadhatnánk be. De ez persze azt is jelenti, hogy nagyon sok olyan gyereket fogadunk be, hogy nagytata magyar, nagymama ilyen, másik nagymama amolyan. Tehát nagyon vegyes paletta van. De én azt látom, hogy minden gyereket Isten teremtett, Isten selejtett, nem teremt. Hát van, aki itt kicsit tovább tartott a mikróba, és egy kicsit barnább, mint a többi, de lényegében egyformák vagyunk. Egyébként mi lenne a sorsuk ezeknek a gyermekeknek, ha nem lenne ez a lehetőségük? Hát most olyan megrázó volt az egyik lányunk, aki Angliába doktorál, itthon volt, meglátogattuk a rokonait, és kiderült, van két féltestvére, és azok egy napot se jártak iskolában, analfabéták. Tehát ugyanabból a, hogy mondjam, fészekből, egyik pszichológiából doktorál, angolul, kint Angliába, és a másik nem tud írni és olvasni. Tehát igen, tehát nagyon sokat jelent az, hogyha segítenek rajtunk, és azt gondolom, hogy mert sok ilyen bajba lévő család, gyermeke, hogyha nem kap támogatást, szeretetet, akkor nem tud kibontakozni. Ez elég szomorú ezt hallani. Egyébként mennyire iskola példa ez a környezet? Tehát a kallódókat, hogy vissza lehet terelni a társadalomba, és kiváló embereket lehet nevelni belőlük? Hát ugye akármilyen föld van, az ember felássa, egy kicsit megtrágyázza, megkapálja, és virágot ültet belé, az sokkal szebb lesz, mint az a gazos terület. Tehát a verejtékes munka a földműves részéről meghozza a termést, a gyümölcsöt. Na most ugyanezt gondolom a pedagógus is, ha gyerekkel foglalkozik és szeretettel, jósággal tanítgatja, formálja őt, hát az biztos, hogy meghozza maga a gyümölcsét. Egyébként így a gyermekkórus kapcsán Kodály Zoltán hogy merült fel, vagy miért pont ő, hogy került a képbe? Hát a két nővér, aki ugye a kórust is vezetik, hát ők Kecskeméten a Kodály Központban végeztek, és azt gondolom, hát ez az elkötelezettség onnan jön. És az olyan jó tudni az, hogy
Odára mindig, mint zenészre gondolunk, de ez egy hihetetlen nagy pedagógus is volt, és hát van, amit tőle tanuljunk. Hát komoly zenei nevelés folyik ott a szovátán. Mit lehet erről tudni, néhány részletet, ha erről hallhatnánk? Hát ugye mondtam, hogy Isten selejtet nem teremt. Tehát minden gyerekben csodaszép dolgok vannak. Ugye annak idején úgy tanították nekünk, hogy az ember tabula rasa, és aztán az a fehér táblára, amit írnak a pedagógusok, szülők, az van bennünk. Tehát ez nem igaz, mert minden ember Isten drága ajándéka, olyan, mint egy kis csomag. Hogy mi van abban a csomagban, hát még mi se tudjuk, meg a gyerek se tudja. És hát az a feladat a felnőttnek, hogy segítse ezt a gyereket kibontakoztatni, növekedni, nagyra nőni. És lám, hogy Szegeden megjelent egy pár jó vízilabda edző, és Magyarország vízilabda nagyhatalom lett. Vajon, ha nem mentek volna ezek oda, ezek az edzők, akkor is összejött volna, ez biztos, hogy nem. Tehát nagyon fontos a képzés. Ez a két kedves nővérnek a munkája nagyon-nagyon fontos, és azt látom, hogy összeszedettséggel, jókedvel tényleg olyan eredményeket tudnak elérni, ami megdöbbentő. Tehát, hogy például tavaly voltak Svájcban egy kórus versenyen, 13 kórus volt, és hát ott volt a Párizsi Zeneiskola nagy kórusa, tehát a gyerek iskola kórusa, vagy mit tudom, Mexico Cityből egy kórus, vagy Pekingből egy, na, hát biztos ott valakiből válogassanak, meg minden. És hogyha nem a mi kis székelyruhás gyerekeink hozták el az első helyet, tehát hogy mondjam, tehát ez egyfelől Kodálynak a győzelme, mert mégis az ő módszerei szerint dolgoznak a nővérek. Másfelől meg hát hát akik elkapták a díjat, azoknak is az érdeme, a gyerekeké, a nevelőké, mert lám, hogy lehet. És ez azért fontos, mert hogyha egy helyt áttörés lehet elérni, akkor miért ne lehetne más irányból is? Egyébként ezeken a sikereken túl, ugye a hétköznapokban mi a visszajelzés a kórussal kapcsolatban? Hát az a jó, hogy ezek a gyerekek nem valamiért énekelnek, nem a díjaért. Tehát, hogy a buszba beülünk és hazáig énekelnek. Tehát ők, hogy mondjam, az ember lelke, ha belül énekel, akkor könnyen a száj is dalra kunkorodik, én azt látom. Tehát, hogy most miért jó úszni? Hát jó úszni. Miért jó énekelni? Hát jó dolog énekelni. Nem csak a gyereknevelés mentés folyik itt, azért itt az önkénteseket is képezni kell, pedagógusokat is, valamilyen szinten szülőket. Mit lehet erről tudni? Mennyi még a tennivaló? Hát rengeteg. Rengeteg. Tehát ugye az ember közti, ugye itt televíziós interjúhez, hát a múltkor odaállítottam a gyerekeket, hogy na, te nézed az M1-est, az M2-est, a Hír TV-t, az ATV-t, Román TV-t, ilyen csatornát, olyan csatornát. Adtam egy fehér lapot, és mondtam, nézzétek, és ha hallotok valami jó viccet, poént, amin kacagni lehet, írjátok fel. És legtöbb gyerek fehér lapot adott be esti tévézés után. Tehát, hogy mondjam, kiveszett a jókedve, a derű, a vidámság, úgy látom a világunkban, vagy úgy mondjam, nagyon megvékonyodott. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a gyerek nem tud élni, hogyha nem kacag. Én azt hiszem, hogy ez betegség lenne. És Magdi Emőkétől olvastam most a minap, hogy az egyik súlyos beteg, hogy rosszul volt, és az orvosok azt mondták, hogy sajnos egy fél év van hátra még. És az ember fogta magát, és elment, és egy csomó lüdöfilét, meg mit tudom, Chaplin, meg ilyen-olyan filmet összevásárolt, tehát ilyen komoly humort. És hát jókot kacagot, és nézte, hát most már mit, van még egy 3 hónap, hát akkor most mit csináljon az ember, szórakozik, és elmúlt a betegsége. Tehát a jókedv, a derű az biztos, hogy gyógyít, tehát az immunrendszerünket erősíti, egyszerűbbé teszi a világot, és hogyha én ki tudom kacagni azokat a nyomorúságokat, bajokat, amik körülvesznek, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélyem van, hogy célba érek, hogy feladataimat meg tudom oldani. Az ő nevelésükben is jelen van a humor, illetve ők mennyire tudják ezt továbbadni? Hát én gyerek, hogyha ráhagyod, akkor már ő kacag, vagy hogy mondjam, kitalál valamit,
ugratja a másikat, meg minden, és hogyha hát mondjuk ebben az irányban még egy kicsit bátorítsa az ember őket, akkor tehát nagyon jó társak a jó kedvben. És honnan ez a rengeteg kifogyhatatlan energia? Hát én azt hiszem, hogy ha az ember szeret valamit, akkor az Isten erőt is ad. Tehát, hogy hát egy életünk van, én azt mondom mindenkinek, hogy azt, amit unna, amit nem szeret, azt ne csinálja. Menjen egy szobájába, gondolkozzon el, mit szeretne legjobban csinálni, és álljon neki annak. Tehát merje vállalni a saját hivatását. Tehát, hogy kicsit olyan, hogy ha valaki a helyén van, mint egy forgó, amikor a helyén van, hát akkor a menés nem probléma. Hát ha ki van jövő a helyéről, akkor fájdalmas minden egyes lépés. Tehát én azt hiszem, hogy ha olyan hamar elfáradnak az emberek, és olyan fásultak és unottak, az azt jelenti, hogy talán nem jó helyt vannak, meg kinek keressék a saját helyüket. És milyen tanácsot lehetne adni nekik, hogy keressék, hogy kezdjék el? Hát ugye lelkiismeretünk Isten szava. Tehát mindenkinek van egy lelkiismeret szabadság is van. És azt mondjuk, hogy a legszebb gondolat, legszebb állam, ami bennünk megfogalmazódik, az az Isten akarata. Tehát ha egy fiúnak nősülnie kell, hát akkor nem az eszére kell hallgasson, vagy mit tudom, a mamának a tanácsára, vagy a barátoknak a cukkolására, hanem a szívére. Hát az a lány neki nagyon tetszik. Ha érzi, az a lány mellett neki szárnyai nőnek, és le tudná hozni érte az égről a csillagot, hát akkor valószínű Isten azt szánta neki. És ugyanez van a hivatással is. Tehát, hogy valaki abban a munkában úgy érzi, hogy ebben nem tudná elfáradni, mert szép, az nagyszerű, hát akkor vesse velé magát. És én biztos, hogy csodákat fog tapasztalni. Most itt lehet kapni néhány könyvet is, ugye rengeteg gondolattal. Ezek a gondolatok abszolút sajátok, vagy esetleg a bibliai megfogalmazásoknak a mai világba való átültetése? Hát én azt gondolom, hogy tehát biztos, hogy minden gondolatomnak remélem, a Szentírásban megvan a gyökere, de hát végülis az ember ugyanazt a témát annyiféleképpen meg lehet közelíteni. Tehát én hiszem azt, hogy Isten jó világot teremtett. Hiszem azt, hogy ez a világ élhető. Hiszem azt, hogy az ember arra született, hogy boldog legyen. Hát Jézus azt mondotta, azt szeretném, hogy az én örömöm, a ti örömötök legyen, örömötök teljes legyen. Tehát én ebbe az irányba fogalmazom meg a gondolataimat, és szeretném segíteni az embereket, hogy azokat a törvényeket, azokat a parancsokat, amiket Isten mutatott nekünk, ami szerintem a boldogságra vezető élet mérföldkövei vagy útjelzői, azokat az emberek megismerjék, és azokat az alapvető dolgokat megtanulják. Ez a bölcsesség, tehát hogy ne csak ismerjük a dolgokat, hanem fel tudjuk használni az életünkbe, hát hogy bölcsebbek legyenek. Évek óta sikeresen működik a Mozdulj Balaton elnevezésű sportos programsorozata a Balaton strandjain. Vannak, akik nem csak a passzív napozást kedvelik nyáron, a szabadság ideje alatt, hanem mozogni is szeretnének. Nekik találták ki ezt a programot. A sikeres rendezvény főszervezőjével beszélgetünk. Köszöntöm a stúdiónkban Barcs János urat. Jó napot kívánok! Hogyan indult ez a program? Ez évben csináljuk 12. alkalommal. 2003-ban volt a Balatonon egy olyan időszak, amikor úgynevezett szárazulatok keletkeztek a Balatonban, nagyon alacsony volt a vízszint. Érdekes módon ez az északi területen éppen úgy előfordult, mint a déli területen, ahol sekélyebb a víz, és ez gyakrabban előfordul. Tehát ilyen homokpadok, túrzások keletkeztek a Balatonban, és akkor kértek meg engem, mint a sportot egyik Somogy megyébe szerető embert, hogy próbáljak már valami okosat kitalálni, hogy lehetne ezeket a homokpadokat hasznosítani. Hát nyugati helyeken nagyon gyakran találkoznak oda látogatók, hogy mesterségesen építenek ilyen kis szigeteket a tengerekbe, ahol játszani, napozni és apróbb játékokat lehet űzni. Ez adta nekem is az ötletet, elég gyakran jártam én sportvezetőként külföldön, hogy hasznosítsuk ezeket a homokpadokat. Aztán mire az ötletből úgymond terv lett, addigra visszállt a normális állapot, és hát az se volt nehéz megállapítani, hogy a Balaton parti strandok sportos felszereltsége, pályállátottsága azért a kor
követelményének nem nagyon felelt meg 10-12 évvel ezelőtt, és adta az ötletet, hogy akkor csináljunk, rendezzük ezeket a helyeket, csináljunk sportolásra alkalmas területeket a strandokon, azokat szereljük fel a kor követelményének megfelelő sporteszközökkel, és ha már ezek a helyek adottak, azt szoktuk mondani, ha van hol, meg van kivel, vagy van mivel, akkor már csak szervezés kérdése, hogy ezeket összehozzuk. És így alakult ki a programsorozat elvi része. És kik voltak, akik a kezdeményezés mellé álltak a kezdetekkor? A Malatonfejlesztési Tanács volt az ötlet gazdája, ő bízott meg engem ezzel a feladattal. A mindenkori sport országos hatósága, a minisztérium, akkor még éppen sportminisztérium volt, vagy a sportállamtitkárságok is minden évben támogatták. Kezdetben 10 település csatlakozott a programsorozathoz, aztán évenként bővült a résztvevők száma, és gyakorlatilag körbeértük a Balatont, minden jelentősebb, vagy egy vagy két település kivételével mondhatom, minden jelentősebb település legalább egy stranddal bent van a sorozatban, és hát ez folyamatosan minden évben megszerveződik, zajlik. És milyen az együttműködés? A strandokat többségében az önkormányzatok működtetik, illetve nyilván vannak magánkézben lévő strandok is. Milyen az együttműködés? Hogy tapasztalja? Nyitottak erre a strandot üzemeltetők? Én magánstrandot nem találtam, tehát a rendszerünkben magánstrand nincs bent. Városüzemeltetési szervezetek kezelésében lévő néhány strand van, és a többségét pedig hát ugye az önkormányzatok tartják fent, tehát a kisebb településeken ezek általában önkormányzati kapcsolatot jelentenek a számomra, mint szervező számára, és hát néhány esetben van, többek között mondjuk Füssön is, ahol a városüzemeltetésével vagyok kapcsolatban, vagy Füreden, vagy Siófokon a városüzemeltetők azok, akikkel közvetlen kapcsolatok van. Én azt tapasztaltam, hogy a polgármester hölgyek, urak ezt jó néven vették annak idején, amikor megkerestük őket ezzel a programmal. Azt látták, hogy a hétvégeken szervezett rendezvények is kerülnek magukra a strandokra, tehát minden strandon van egy általunk közösen kiválasztott, már mind a helyiekkel közösen kiválasztott sportszervező, animátornak is hívják nagyon sok helyen, bár én az általános animátorral azért nem keverném össze, mert az általános animátornak sokkal több a dolga, mint a csak sporttal foglalkozóknak, akinek az a feladata, hogy a helyi lehetőségek, amik elsősorban a pályákba, sporteszközökbe jelennek meg, a lehetőségek figyelembevételével és az oda látogatók kedvének megfelelően szervezünk programokat. Aztán ezek általában strandi sportágak lehetnek, nagyon népszerűek a strandröplabda, ha nem is ez a világbajnoki szintű, színvonalú, meg versenyszabályok szerinti röplabdára gondolunk, hanem összeállnak szülők, gyerekek, csapatok, és játsszák, kihasználják a homokos lehetőséget, alkotnak maguknak szabályokat, hogy mi szerint játsszák aznap éppen a röplabdát, és röplabdáznak. Aztán vannak kettes csapatok, hármas csapatok, négyesek, van, ahol hatan játsszák, van, ahol még többen is vannak a pályán. Itt a mozgás elsősorban a lényeg. És van egy szervező, aki ezeket szervezi, lebonyolítja, értékeli, mi érmeket biztosítunk a szervezőknek, hogy a legjobbakat, a úgynevezett versenyben résztvevőket díjazni lehessen, emléklapokat adunk számukra, hogy a résztvevők közül a legaktívabbaknak emléklapot lehessen adni, és az elsősorban a kicsik vagy a fiatalok számára, az alsós tagozatos általános iskolások számára nagyon kedves emlék. Emlékszem, még régebben külföldiek is nagyon örültek a magyar éremnek, osztrákok jelezték például egyszer egy ilyen idegenforgalmi hivatalnál, hogy azért jönnek ide sokkal többen, mert a gyerekeknek Gyenesdiáson éppen ilyen érmeket osztottak, és hát milyen jó dolog az, és akkor ők is ide jönnek aztán Gyenesdiásra. Tehát van egy kicsit egy ilyen idegenforgalommal, ugyan nem ez a leglényegesebb, de összefüggő vonalata is, hogyha ahol figyelnek rá, ahol a strandokon a pályák jók, rotálják, felkészítik őket a feladatokra, ott azért sokkal többen fordulnak meg, mint ahol ezt nem teszik meg. És akkor úgy képzeljük el ezt, hogy a szombati nap folyamán, ugye minden helyszínen szombati napokon vannak ezek így a van. Foglalkozások, egy adott időpontban elkezdődhetnek ezek a sportos foglalkozások az animátor sportszervező segítségével. Így van. Így van. Mi azt csináltuk most már az utóbbi 3 vagy 4 évben, ugye napi kapcsolatban vagyok én ezekkel a hölgyekkel, urakkal, vagy fiúkkal, lányokkal, mert azt gondolom, hogy koromnál fogva inkább ez illik
mondani, bár van velem egy idős, vagy nálam is idősebb szervező, Balatonszárszon, aki kezdetek óta mind a 12 évben ő csinálja, és nagyon szívesen csinálja, nagyon régi jó sportos barátom egyébként Somogy megyéből. És vannak olyanok, akik a kezdetek óta, amióta a település bent van a rendszerben, azóta ők a helyi szervezők, akik már ezt pontosan tudják. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy összeállnak a helyi emberek hangosan, mármint ahol van hangos bemondón keresztül mondja a szervező, most ilyenkor, mint önöknél is vagyok, ugye nem szívesen mondom, hogy 14 órakor, mert hát azért a forróságban én sem szoktam ajánlani, hogy álljanak neki 38 fokba, aztán focizzanak, mert hát ennek egészségügyi hatásai is lehetnek, vagy komoly gondjai, bajai is lehetnek. Tehát a szervezők kitalálják azt a számokra kedvező időpontot, amikor a programot elkezdhetik, és az oda menő emberek alkotnak aztán csapatokat, párokat, egyéni versenyszámokat, amit a szervező kezel, bonyolít, versenyeztet, vagy szórakoztatjuk az embereket. Aztán mondom, hogy az előbb említett módon elismerjük a részt venni, vagy a legjobbakat minden alkalommal, vagy legalábbis addig, ameddig az érmeink meg az okleveleink erre alkalmasak, vagy megadják a lehetőséget. Említette, hogy különböző eszközöket is sikerült beszerezni, és azokat kihelyezni a különböző strandokon, településeken. Így van, ugye ez a kezdetben egy ilyen munkamegosztás jött végül is létre, a BFT koordinátorként és eszközbeszerzésbe is feladatot vállalóként, és az államtitkárság is sok esetben komoly összeget is fordított rá, hogy a pályákat korszerű eszközökkel tudjuk felszerelni. A kezdetben azt a megoldást választottuk, hogy a pálya kialakítások, a legelső évben meg a pálya kialakításokhoz is hozzá tudott járulni a Balatonfejlesztési Tanács, mert a minisztériumtól kapott támogatás ezt akkor éppen lehetővé tette, és utána a következő években már azt a megoldást csináltuk, hogyha a strandot működtető önkormányzat vagy a városüzemeltetés kialakította magát a homokos strandot, ebben én általában mindig segíteni tudtam a pályaméretekkel, meg hogy egyáltalán hogy érdemes kialakítani magát a pályákat, akkor mi ezeket felszereltük. És ugye úgynevezett tűzi organzott több évig, vagy akár évtizedek is alkalmas, nem rozsdásodó eszközöket biztosítottunk a strandokra. Ezeknek a műszaki feltételeit is kialakítottuk, hogy a baleset elhárítás alapérvei érvényesüljenek. Ezeket ugye átadta a Balatonfejlesztési Tanács aztán kezelésbe azoknak a együttműködőknek, önkormányzatoknak vagy városüzemeltetésnek, akik a továbbiakban ezeket az eszközöket karbantartják, felszerelik. Tehát gyakorlatilag a pályát alakították ki az önkormányzatok, és mi raktuk fel ezekre az eszközöket. Aztán nem csak a szárazföldre raktunk eszközöket, hanem nagyon sok helyen lehet látni a Balatonparton úgynevezett három lábon álló palánkrendszert, kosárlabda, streetball palánkrendszert, fejelőkapupárokat, röplabda háló, tartószlopot hálókkal, vízbe is, hogy a vízbe is lehessen mozogni, és a szárazföldön is meglegyenek a feltételei. Statisztikailag azt tudom mondani, hogy én 2004-ben, amikor a programsorozat elindult, tehát az első alkalmat megszerveztük, akkor a Balatonparton, Balatonboglár, meg talán Siófoki aranypart kivételével szinte nem volt homokos pálya. A 36 résztvevő településnek nincs olyan strandja, ahol legalább egy pálya ne lenne homokos. Tehát azt gondolom, hogy az a 10 év, ha semmi más nem hozott, a pályarendszerekben rendkívül nagy fejlődést hozott. És hát vannak nagyon komoly olyan pályarendszerek, amikkel nemzetközi programokat is lehet bonyolítani, ahol egy időben akár 4 darab minőségű röplabda pályát is fel lehet állítani, akkor a homokos terület, és minden feltétel adott hozzá. 8-10 ilyen település is van ma már a Balatonparton, hát addig még nem jutottunk el, és hát az leginkább nem hiszem, hogy az én feladatom is lenne, hiszen én inkább a tömegsport részével foglalkozom, hogy minőségi versenyek is kerülhetnének a Balatonpartra, akár nemzetközi, akár világkupa fordulók, sőt, hát Siófokon ugyan nem ez a strand vesz részt a programsorozatban, ott felépítettek egy komoly labdarúgó pályát, ahol a magyar strandlabdarúgás országos fordulói, vagy tévé közvetített foci meccsek, vagy röplabda meccsek is zajlanak már évek óta. Na most hát ilyenből kellene azért több.
Tehát így, hogy az eszközöket, a sporteszközöket kihelyezték a strandokra, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy minden alkalommal lehet ezeket használni. Tehát nem csak a Mozdony-Balatonos napszakban, azaz a szombati napokon, hanem természetesen a hét valamennyi így napján. Van, tökéletesen így van. Én nekem ez is volt a leglényegesebb, ugyan nem leírt, de a lelkem mélyen pátyolgatott gondolatom, hogy azért szereljük fel a strandokat megfelelő eszközökkel, hogy akik megveszik a strandi belépőket, ezen a részen, ahol most éppen vagyok Fűszőn, vagy mondhatnám úgy is, hogy a Veszprém megyei részén a résztvevőknek általában füzető strandokat jelent. Más helyzet délen, ahol én élek, ugye Somogy megyében, ott meg inkább szabad strandokat jelent. Ott attól féltünk, vagy féltem, vagy félek még most is, hogy a fémgyűjtők a szabad strandi eszközökkel esetleg magánemberként bánnak, és úgy gondolják, hogy ennek találnak ők jobb helyet is, mint a strand. De hát egy-két ilyen kezdeti alkalomtól eltekintve nem történtek komolyabb gondjaim, bajaink az eszközökkel. Tehát aki megveszi a strand belépőjét, az megvette azt a lehetőséget, hogy az ott felállított pályákat, eszközöket nyugodtan használja. És én ennek örülök, hogy minél több olyan emberrel találkozom, hát magam is járok hétköznapi strandokon, hogy használják a pályákat. Tele vannak játszani, mozogni szándékozó emberekkel. Tőlem származott nagyon sokszor, mert írásban is láttam ezt a gyönyörű hosszú mondatomat, hogy nem csak hurka kolbász töltelék a strand, hanem a mozgás is legalább annyira fontos lenne, és hát ha a feltételét megteremtjük, akkor én azt gondolom, hogy sokat teszünk. Adunk olyan élményt, főleg a gyerekeknek, hogy a mozgás az nem csak a nyári szünetben, meg nem csak a strandokon fontos, hanem ez fontos lenne akkor is, ha nem a strandon vagyunk, hanem otthon vagyunk, mert hát akkor az egészségünk érdekében nagyon sokat léptünk előre. Említette, hogy a Balatonfejlesztési Tanács és a szakminisztériumok támogatták az elmúlt években a Mozdulj Balaton program sorozatot, no de a településeken kerültek kihelyezésre ezek az eszközök, és nyilvánvalóan a települések jól tudják ezt kamatoztatni, ahogy említette is, az önkormányzatoknak is anyagilag is támogatni kell ezeket a lehetőségeket? Magát a beszerzési lehetőségeket általában nem. Mi az önkormányzatoktól annyi forrást szoktunk kérni, amennyiben a szervező tiszteletdíját vagy játékvezetői díját szoktuk elszámolni. Tehát én a Balatonfejlesztési Tanács nevében nyilatkozom, hiszen én ugye az ő felkérésükre látom el a főszervezői feladatot. Minden évben úgy kérjük a hozzájárulást az önkormányzatoktól, hogy azt teljes mértékben kifizetjük a helyi szervezőknek. Ez magyarul annyit jelent, hogy játékvezetői díjakként leszámoljuk. 10 alkalmat kérünk általában tőlük, ugye szombatonként, ahogy már tetszett említeni, vannak ezek a programok. Úgy van a 10 alkalom, hogy hetet mi általában szombatonként meghatározunk, és azt is kérjük tőlük, hogyha a hétvége olyan mondjuk, mint most éppen a hétvége volt, hogy volt, ahol felébe tört el a programot az időjárás, volt, ahol délelőtt megcsinálták már, mert arra számítottak, hogy délutánra megjön a vihar, akkor már úgyse tudunk mit csinálni. Volt, ahol vasárnap próbálkoztak aztán ezzel, volt, ahol ezt hétköznap pótolják, tehát hogy pótolják, és kettőről pedig saját maguk döntsenek. Például Fűszőn van mindig egy úgynevezett a szezon környékén, vagy az elején egy ilyen nagyobb olyan ünnepnap, amelyik egy része strandon is zajlik, ahol foci bajnokságokat, láptengót, röplabdát, mondjuk a Tóbikon, ezeknek vannak meg leginkább a feltételei, űznek, de más települések is szívesen összekapcsolják valami a településre jellemző olyan ünnepnappal, vagy valamivel a sportos részt, ami adott esetben jó kihasználható. És akkor ilyen 9 alkalom van, és a 10. alkalmat mi úgy veszük, hogy ennek a záró rendezvényét, ezt azért csináljuk Vonyarcvesegyen, ami egyébként Fűszőtől nincs túlzottan közel 80 km durván ettől a résztől eljutni Réfülőpre, és innen a csapatok eljutnak azért a sporttalálkozóra, a fűszőiek is, meg a siófokiak is. Érdekes esetenként a közelebbiek nem annyira jutnak el, mint a távolabbi településről érkező csapatok. Tehát akik nyár folyamán a hétvégéken rendszeresen részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Ezeken helyi programokon, ott a szervező megpróbál összeállítani egy olyan csapatrendszert, amelyik 3 focistából, 3 kosárlabdásból, streetballosból és 2 röpisből áll, és hogy a lányok is megfelelően képviselve legyenek ezen a programon, úgy döntöttünk 2 éve, hogy vagy vegyes csapat, vagy sima lány röplabda csapat indulhat a vetélkedőn, tehát férfiak, csak fiú csapatok nem. És akkor így, mint egy legalább azt a részt garantálják,
utáljuk, bár megmondom őszintén, már lány futballcsapat is indult fiúk ellen a mi sporttalálkozónkon, vagy most, hogy nézegettem a tavalyi képeket, láttam egy olyan csapatképet, ahol két fiúval egy lány focizott, és ráadásul az első háromba jutottak, ami azért 18-20 foci csapat esetében nem egy könnyű eset, hogy lány játékos is játszik a csapatba, és a fiúkkal partner vagy még ráadásul jobban is játszik, mint esetenként a fiúk. Vagy mit tudom én, a röplabdán is előfordult, hogy ugye nem nézzük mi, hogy minősített röplabdázók, vagy kosarasok, vagy focisták képezik el a csapatot, mert tehát ezt a helyiek döntik el, hogy kiket neveznek, vagy hogy neveznek, hogy bizony a lánypárosok ott voltak a dobogón, pedig hát vegyes páros is volt bőven, ahol azért a fiúk azért erőteljesebbek, meg szoktuk mondani röpisebbek, mint a lányok, mégis a lányok voltak az ügyesebbek, jobbak. Tehát mondhatjuk most így a nyár derekán nagyjából, igen, hiszen még egy jó hónapnyi idő előttünk áll, hogy érdemes felkeresni akkor a strandokon a Mozdulj Balatonos helyszíneket, a szervezőket, és még érdemes bekapcsolódni ebbe a sorozatba. Egyrészt a mozgás örömért, másrészt azért, hiszen ez az utolsó alkalom, ez a verseny még hátra van. Mikor is kerül ez megrendezésre? Ez 22-én van augusztusban, 4-es ünnep szombati napján, ugye most 20-a csütörtökre esik, és egy ilyen hosszú, ami a Balaton parton, gondolom, elsősorban a vendéglátósok, a szállodások szempontjából is egy nagyon várt időpont, mert azért 4-es ünnep a parton az azért nagyon sok mindent jelentett a bevételek szempontjából is ilyenkor, ha nincs rossz idő, már pedig az előrejelzés szerint talán elfogadható időszak lesz akkor is, akkor azért nagyon-nagyon sokan fognak lelátogatni a partra. Ez a terület is, hát ugye itt a Tobrukon van, magán itt Fűszőn a Tobrukon, de gyakorlatilag Almádiba, Őrsön, Csopakon, Füreden, Tihanyba, Akaliba, Udvariba, mindenhol meg lehet találni az embereket. Van egy honlapunk, Mozdulj Balaton honlap névem, hogy csak ezt elég beütni, és akkor meg lehet találni a honlapunkat, ott minden információ megvan. Az is megvan, hogy itt a Csomai Veronikának mi a telefonszáma, mert itt Füsszön éppen a Vera a szervező, de ugyanúgy meg lehet találni az összes többi szervezőt telefonszámmal. Náluk lehet érdeklődni, hogy mi várható a hétvégén, van-e már valaki, aki jön és nevezni jóhajt, vagy milyen program lesz, és ugye ebből tudnak dolgozni aztán a helyi embereink is, hogy akkor náluk is milyen program várható, vagy mi lesz, vagy hogy lesz. Tehát akkor egy-egy helyszínen, egy-egy településen, egy strandon nagyban meghatározza az aktivitást, hogy ki az a szervező, aki így ott van, nyilván ismeri a helyi embereket, de azért többnyire nyaraló közönség vesz részt a strandokon, gondolom ezekben a lehetőségekben. A szervezőket képezik? Tehát van valamiféle előképzés a sorozat indulásakor nyár elején? Egyszer tartottunk, a BFT-nek volt akkor arra forrása, hogy úgynevezett animátor képzés keretén belül egy egész napos képzést tartottunk az akkor éppen dolgozó szervezőjének, ahol a minisztériumból lejövő főosztályvezető mondta el a sport általános legfontosabb dolgait, aztán egy kaposvári szervező kollégám a játékvezetéssel kapcsolatos összes csin-bint elmondta, sőt, elláttuk őket olyan papírokkal, hogy hogy kell megszervezni a hármas csoportnál, négyesnél, ötösnél, hatosnál magát a programokat, tehát mik azok a általánosan bevett szokások, hogy akkor hogy kell sorsolásokat készíteni, hogy kell komolyan venni, vagy kevésbé komolyan venni az adott sporták szabályait. Én mindig erre is ki szoktam térni, hogy engem nem a Magyar Labdarúgó, Strand Labdarúgó Szövetség szabályai érdekelnek, hanem azok, amiben ott helyben megállapodnak. Na most itt a képzésről minden évben összehívjuk a szervezőket, természetesen a program beindulása előtt a legfontosabbakról megbeszéljük, vagy a legfontosabbakat megbeszéljük. Egy emlékeztetőt is szoktunk erről készíteni, vagy kapnak a szervezők itt leginkább olyan praktikus dolgokra, hogy egészségügyi háttere, hogy van a dolgoknak, mire kell felhívni a sportolók figyelmét. Ugye itt nincs orvosi vizsgálat, meg semmi ilyen, itt mindenki a saját felelősségére indul, van-e a strandon orvosi biztosítása, nincs, akkor hogy érhető-e. Tehát azokra a praktikus ügyekre, amik ugyan nem a programhoz tartoznak, hanem ahhoz a háttérmunkához, ami a szervező dolga. Egy részük testnevelő tanár, akinek ez ugye könnyebb, mert szakmájába is vág, tehát ők azért ismerik a sportszervezés csinyát, binyát.
egy másik részük olyan sportvezető, aki a település életében egyébként egy meghatározó sportvezetőként dolgozik, de én ezt sem szoktam követelményként támasztani. Egy jó beszélékéjű fiú vagy lány, aki alkalmas arra, hogy embereket arról meggyőzzön, hogy fölálljanak a pokrócról, és odálljanak, és sportoljanak, mozogjanak. És nagyon érdekes dolog, hogy éppen most mondta valamelyik szervező, hogy a résztvevők nagyobbik száma, talán azt hiszem Akali, vagy Udvari, már nem emlékszem pontosan, szervező jelezte, hogy nagyon népszerű lett a sajátjaik körében, a falusiak körében. Van, aki csak azért megy le a strandra, hogy részt vegyen ezen a játékon, a vetélkedőn programon. Van olyan szervező, aki strandbajnokságot csinál. Tehát mindegy, hogy én mit mondtam, vagy mit javasoltam, és valóban nem az a lényeg, hogy én mit gondolok erről. Az a lényeg, hogy mit csinálnak ők ott helyben. Ő úgy döntött, hogy kiír egy strandfoci bajnokságot, és ott van, mit tudom én, 9 csapat, amelyik minden hétvégén, mind a 9 csapat oda megy és játszik, mert csak a végén osztanak érmeket, meg elismerést, meg a kocsmáros minden program után vendégül látja a legjobbakat. Aztán ugye ilyen különböző megoldások vannak, hogy ki milyen hely erőt tud még mozgósítani a siker érdekében. Tehát azt tudom mondani, hogy most például ebben az évben mindössze 4 olyan szervezőnk van, aki előző évben már nem volt bent a programban. Vagy volt például a Vera esete, hogy a Vera nagyon régen volt itt már szervező, aztán egy ideig nem ő csinálta, hanem most már nem emlékszem a fiatal úr nevére, aki itt több évig ő csinált, és most megint a Vera csinálja. Most a Verát nekem nem kell felkészítenem fűszerűen még egyszer, hiszen ő mindent tud, mert a helyzet nem változott azóta, mióta ő nem csinálta. Tehát vannak ilyen visszatérő vendégeink. Én azt hiszem, hogy összességben ügyesek, jók, hát, mint mindenben, ebben is azért vannak gyengében teljesítők, vannak jobban teljesítők, vannak, akik túlzó statisztikát adnak le, vannak, akik kevésbé túlzó, akik tényleg darabra megszámolják a résztvevőket, van, akik ezt azért nem teszik, hanem kicsit színesítik a programot. Ez alapján azért kijönnek statisztikai számok. Hát ugye kijön, hogy több mint 300 valahány rendezvénynap van egy évben, ami a Mozdulj Balaton keretében zajlik a balatonparti strandokon. Ugye ez 33 strand esetében ilyen 10 körüli számot jelent. Aztán 25-30 ezer résztvevőt jelent, ami azért azt gondolom, hogy nagyon nagy szám. Hát, igen, ez nagyon magas szám. Maga nem véve nagyon nagy szám, és hát vannak olyanok, akik, mondom, hát engem is telefonon nagyon sokan érnek, ugye, mert a központi számom, vagy a honlapon fönt van az én számom is, engem is nagyon sokan keresnek ebbe az ügybe. Én általában azt tapasztaltam, hogy nagyon jó visszhangja van. Hát most, hogy mondjam, az öndicséret azért büdösnek szokott tűnni, de hát én kevésbé hallottam negatívot. Az elején hallottam. Volt egy hölgy, aki itt a környéken volt, és már nem tudom, hogy milyen Áginak hívják, német Áginak, magyar válogatott kosaras volt, arról híres, hogy egy 160 cm magas férje van most az Áginak. És annak idején, talán a harmadik évben, ezen a részen, itt a Fűzfői részről hívott engem telefonon, és én őt ismertem még sportoló korában, én is kosaraztam, és találkoztunk valahol, és mondja nekem, hogy Jani, ne szórakozzatok velünk, már annyit biciklizünk itt össze, mondd már meg, hogy hol van strand kosárlabda, mert ő kosarazni szeretnéni, de már a harmadik strandon mennek végig, és nem találnak kosárlabdát. Ugye én mindig azt szoktam mondani, és itt is mondtam már, hogy a strand adottságai a döntők. Tehát nem mindenhol van arra lehetőség, hogy kosárlabdázzanak. Nem minden strandon van arra lehetőség, hogy a vízbe kosárlabda palánkok legyenek. Tehát ezeket a helyiek tudják megmondani. Nagyon büszke volt most az Iás Csilla Akaliba egy ilyen szervező kolléganő, aki mondja, hogy vízilabdapályát csinált például Akali. És vízilabdapályát raktak be, pedig hát egy vízilabdapálya ma már 500 000 vagy annál nagyobb összegbe kerül, hogyha ezt meg akarjuk csinálni, és azt mondja, nem lehet kiimádkozni az embereket, egész nap ott vannak, kapura dobálnak. Most mi is csináltunk annak idején 4 vagy 5 helyen a Balatonparton vízilabdát, hiszen Magyarország egyik legjobb versenysportja vagy olimpiai sportág tekintetében az egyik legeredményesebb sportágáról van szó most is, ugye a vizes
VB-n verjük a mezőn 10-12 gólokkal, remélem, hogy a döntőbe is el fogunk jutni, és hát a Balatonparton ennek meg lehetnek a feltételei, ha nem is a verseny feltételei, de hát az emberek látják, kedvet kaphatnak, mint ahogy a röpinél is kedvet kaphatnak, olimpiai sportágastan röplabda, mégsem fordítunk rá mi. Lehet, hogy a kézilabda is eljut oda, vagy a labdarúgás is eljut oda, ezek már mind nemzetközi programok. Nálunk ugye vannak ennek versenysport részei is, de én inkább, még egyszer mondom, a szabadidős részeit szeretem, vagy azt kedvelem, vagy azt segítem. Balcsúr, ön Balaton díjat kapott az idén a Balatoni Szövetségtől. Mit jelent önnek a Balaton? Hát nagyon sokat. Ugye én egyszer már ezt megtetszett kérdezni tőlem, hiszen találkoztunk a díjátadón is. Gyakorlatilag én Kaposváron élek. Nekem nincs közvetlen Balatonparti kötődésem se, még úgy sem, hogy üdülöm vagy nyaralom lenne a Balatonparton. Én a Somogy megyei sportivatal igazgatójaként mentem nyugdíjba, mindig tiszteltem, szerettem a Balatont, szerettem azokat az embereket, akik ezért nagyon sokat tettek. Én azt gondolom, hogy azokkal a lehetőségekkel, amik a Balatonparton ma is vannak, nem élünk még teljesen jól. Tehát sokkal több van magában a sportterületén is, és általában a Balatonban, mint amennyit mi ebből országosan kihozunk. Nem szabadna annyira magára hagyni a Balatont, mint amilyen érzéseim nekem ma vannak, általában arról, hogy mit küzdenek, főleg a kisebb települések a Balatonparton azért, hogy megfeleljenek mindannak az igénynek, ami 2015-ös igény. Tehát tudomásul kellene venni, hogy 2015-ben már nem a 90-es évek Balatonjára vágynak emberek, tehát ehhez alkalmazkodni kellene, ezek beruházásokat, gondolkozásmódot jelentene, és azok a szervezetek szegények, akik a nő szövetségtől kezdve különböző társadalmi szervezetekig, Balatoni Szövetségig, Balatonfejlesztési Tanácsig tesznek, ezeket, hogy mondjam, sokkal jobban el kellene ismerni, és sokkal több támogatást kellene kapni ahhoz, hogy tényleg megfeleljenek annak a célnak, amit szeretnének megvalósítani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ennyi volt már a közügy, kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!